Lassan már hagyományá válik Tinyén, hogy az augusztus 20-ai ünnepségre egy rendkívül látványos mű készül, ezt is mostani Ferenc készítette homokból. Hogyan képzeljük el ezt a teret Kossuth Lajos mellszobra mellett? Nos, hát Tinyén azt gondoljuk, hogy egy folyamatot indítottunk el a múlt évben, amikor Szent István király megformázására sor került, és ezt nem akartuk megszakítani. Attól a szobortól egy sokkal nagyobb rekord kísérlet tanúi lehetünk most, hiszen még sem Magyarországon, sem a világban ekkora mellszobor portré homokból nem készült. Igen, nagy feladat volt ez a szobrásznak, és hát itt él Monostori Ferenc Tinyén, és szeretnénk az itt élő művészek, tehetségek, mind aki tud tenni a faluért, az megmutatja magát a programok keretében. Hát bizony előzetes közvéleménykutatások azt jelzik, hogy nagyon sok látogatónk lesz. Reméljük, hogy több ezer ember Tinyén augusztus 20-án. Mi az, ami itt a legnagyobb várakozás vez itt Tinyén belül? Természetesen a gyermekprogramok, a családoknak nyújtott szórakozási érdekes lehetőségek, de lesz egyébként lovaglás, íjászat, kispályás fotball, főzőverseny, ami általában gyakori a falusi rendezvényeken, és a helyi hírességek között például kiemelném egy állatidomár lakik itt Tinyén, aki fantasztikus ügyességgel készíti fel az állatokat a filmes produkciókhoz, és erről nem, a falu se tudott nagyon, és most szeretnénk ezt megismertetni a faluval is, és a környezettel is.